A Pünkösd és Hal és Vadünnep meggyőződésem kiváló alkalom, hogy a kisebb-nagyobb közösségek, családok, barátok, kollégák, közeli és távoli ismerősök méltó módon köszönhessék ünnepünket. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Gyurkovics János alpolgármester a két esztendő után újra életre keltett Pünkösdi Hal és Vad ünnepet. A szervezők arra törekedtek, hogy az eddigieknél nagyobb volumenű rendezvénnyel felettessék a pandémia nehézségeit, és újra visszacsalogassák a közönséget a Béla Király tére és a rendezvény egyéb helyszíneire. A díjnap során minden korosztályt és sokféle kulturális ízlést kiszolgáló programsorozaton vehetett részt a közönség. Mert szeretünk koncertekre járni, és nagyon jó így egy ilyen ingyenes, meg minőségi koncertek is vannak, találunk. Szexádiak vagyunk, úgyhogy szerintem alap. Tehát be kéne jönni ide a városközpontba egy pohár borra. A Pünkösd nem csak a helyiek számára volt kiemelt program, sokakat vonzott az ország egyéb vidékéről, és volt, aki ezt az ünnepet választotta arra, hogy ismét hazatérjen. Gödöllőről jöttünk. Szüleim itt laknak Szexárd mellett, és most hazajöttünk. A rendezők arra is törekedtek, hogy a Pünkösd kapcsán a német hagyományok is megelevenedjenek, itt számos fúvós zenekar mutathatta meg tudását a közönségnek. És az idei ünnep arra is jó volt, hogy nemzetközileg elismert egykor szexárdi művészt is visszacsábítson. Ilyen volt Tóth Viktor, szaxofonos is. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója úgy értékelte, legmerészebb elképzeléseiket is felülmúlta a Hal és Vad ünnep látogatottsága. Én azt gondolom, ez egy jó kezdet ahhoz, hogy remélhetőleg korlátozások nélkül folytatódjon ez az év is. Tervezzük a születi napok programjait is, szintén egy hasonló gazdag programkínálattal, és már gondolkodunk a kollégákkal, városvezetéssel azon is, hogy talán még szellősebbé tudjuk tenni a tereket a következő években, úgyhogy olyan változtatásokat szeretnénk, ami inkább az embereknek a kényelmét, komfortját még jobban kiszolgálja, de ha egy rövid összegzés kéne adni az egészről, én azt gondolom, mindenki elégedett lehet. Az előzetes felmérések szerint több tízezren voltak jelen az idei szexárdi Pünkösdi Fesztiválon.